Jennifer Strickland mindig a tökélyre törekedett. Az a fajta lány volt, aki még a szekrényben is glédába állította a cipőit. Mikor modellkedni kezdett, a tökéletes külsőt célozta meg. Egy nap azonban ez a tökéletesség majdnem végzett vele. Jennifer Strickland modellkarrierjét mindössze 8 évesen kezdte. 17 évesen Amerika egyik legnevesebb modellügynökségéhez szerződött. A Glamour és Vogue magazinok címlapjai után tanulmányai végeztével Giorgio Armani kifutóira került. Azonban a smink és a különleges életmód mögött egy anorexiával, drogokkal és alkohollal küzdő nő állt. Gyönyörű hazugságok című könyvében megosztja, mit tanult az igazi szépségről, és hogy mit jelent valóban szeretni önmagunkat. Vendégünk Jennifer Strickland, üdvözlöm a 700-as klubban. Nagyon köszönöm. Jennifer, ön nagyon korán kezdett el modellkedni. Mi vonzotta ebbe a szakmába? Nem voltam sportos alkat, és az édesanyám próbált elfoglaltságot találni nekem. Rá is lehet egy kis modelliskolára, ahová 8 évesen beiratott. Ez egy olyan világ volt, ahova beleillettem. Mint mondta, a perfekcionista volt, és tudom, mennyien küzdünk ezzel, bár én nem vagyok az a fajta, aki glédába állítja a cipőit. Említette, hogy a tökéletességre törekvés majdnem megölte. Hogyan? A modellipar elvárja, hogy a nők és a lányok tökéletesek legyenek. Az a munkájuk, hogy tökéletes testük és küllemük legyen. Bár a tökéletességről alkotott képük eltérő. Igen, igen, ez pontosan így van. De a külső tökéletességre teszik a hangsúlyt, és nem a belső szépségre. Egyszerűen minden a külső. Az iparban eltöltött évek kimerítettek. Belefáradtam abba, hogy mindig tökéletesen nézzek ki. Abba, hogy a súlyom, a bőröm, akár a szélfújt a hajam, mindig úgy nézzen ki, mint a képeken. Nagyon nagy volt rajtam a nyomás. Értem. Azt mondta, éheztetnie kellett magát, mielőtt a kifutóra lépett, vagy fotózták. Hogyan volt erre képes? Mikor katalógus és tévéreklám forgatások voltak, egészséges súlyom lehetett. De mikor lediplomáztam és Milánóba utaztam a kifutókra, az egyetlen esély a maradásra az volt, hogy csontsovány leszek. De nem csak én, hanem az összes lány körülöttem. A modellipar elhiteti, hogy akkor vagy szép, ha a csontsovány vagy, és sötét karikák vannak a szemeid alatt. Ez volt a trendi, és ez volt a divat. Hogy eljussak idáig, abba kellett hagynom az evést, és kimerítően sokat tornáznom. Igazából minden nőben van egy vágy arra, hogy szeressék, hogy szép legyen, és hogy elfogadják olyannak, amilyen, a tökéletlenségei ellenére. Ez a vágy pedig egyre csak nőtt bennem. Amikor Armanival dolgozott, elérte egy komoly fizetést és eredményt, sikeres volt, aztán hirtelen elbocsátották. Miért? Hazamentem karácsonyra, és derekasan befaltam anyukám főztjét. Körülbelül 2 kilót felszedtem. Aztán, amikor visszamentem, akkor... 2 kilót? Én egy nap alatt felszedek annyit? Igen, minden nő. De hát így működik ez az ipar. Tartani kell bizonyos súlyt, különben nem kell lesz. Szó szerint kirúgták? Igen. Megviselte? Őszintén szólva már örülök, hogy megtörtént. Ugyanis a színfalak mögött csak egy nagy üresség van. Én teljesen üres voltam. Nagyon kimerítő volt állandóan kivívni az emberek elismerését, és mindig elég jónak, tökéletesnek és szépnek lenni. Akkoriban persze magam alatt voltam, és rengeteget sírtam. De most a mai fejemmel már nagyon hálás vagyok, hogy volt kiút abból a világból, ami semmit sem tudott nekem nyújtani. Írt egy könyvet a Gyönyörű hazugságok címmel, ami bemutatja azokat a téveszméket, amikkel a mai lányok találkoznak.
Az egyik legnagyobb hazugság az, hogy az értékünk a férfiak véleményétől függ, vagy attól, hogy mit mutat a tükör, vagy a közösségi oldalak véleményétől. Amikor önmagunkon kívül keressük az értéket, akkor az értékünk állandóan változik. Ez ment a modellvilágban, de ez tapasztalható az élet más területén is. Nem szabad megengednünk, hogy emberek mondják meg, hogy szeretnivalók, szépek és elfogadottak vagyunk-e. Nekünk Isten tükrébe kellene inkább néznünk, és észrevenni, hogy számára minden nap szeretettek és szépek vagyunk, függetlenül attól, hogy mit is mutat a tükör. És ha jól tudom, most már feleség is és anya. Hogyan érzi magát ebben az új szerepben? Ha a családomra gondolok, nem számít, hogy valaha magazinok címlapjain szerepeltem, kit érdekel? A családom számít. Az, hogy anya és feleség vagyok, hogy tisztelem a férjem. Igazából ő bátorított, hogy osszam meg a történetemet, és segítsek a hölgyeknek megtalálni azt a szépséget, értéket és identitást, amit soha nem fognak elveszíteni. Ezt nem találjuk meg a magazinokban, sem a médiában, a tévében vagy a Facebookon. Ezt akkor leljük meg, amikor senki sem lát minket. Amikor magunk vagyunk, miután megtaláltam az identitásomat, értékrendemet Jézus Krisztusban, rájöttem, hogy sokkal több feleségnek és anyának lenni, mint modellnek. Mennyire igaz? Én is akkor érzem magam a legszebbnek, mikor Isten jelenlétében vagyok, mert ő csodálatosan megkülönböztetett minket. A Biblia azt mondja, hogy az ő alkotásai szépségesek. Néha a világ mást mond, de olyankor belenézek a tükörbe, és azt mondom, Isten alkotásai szépségesek, mivel az ő képmására teremtettünk. Ez így van. Fontos, hogy Isten tükrébe nézve értékeljük magunkat, mert tőle származnak az értékeink. Ő soha nem változtatja meg a véleményét rólunk. Nem ez alapján ítél minket, hogy mennyit nyomunk a mérlegen, vagy hogy nézünk ki a tükörben. Számára értékesek, szépek és szentek vagyunk minden egyes nap.